Szóval, ahogy hallottátok, engem fóri Attilának hívnak, a Budapesti Autonóm Gyülekezet egyik lelkésze vagyok, minden látszat ellenére 42 éves leszek egy bő hónap múlva, tudom, hogy idősebbek nézek ki, és van egy feleségem, akit Ritának hívnak, és van három lányunk, Janka, Petra és Szonya, és kicsit most a, a ti helyetekben is érzem magamat, mert mivel ő a feleségem, a Rita, ezért most egy félembernek érzem magamat. És van egy olyan érzésem, hogy sokan vagytok ti ezzel most itt, így, így, hogy még, még nem érzitek magatokat egésznek, és keresitek a, a másik felest, feleteket. Én most tudok egy picit azonosulni a, a helyzetetekkel. Uh, nagyon jó volt ez a dal, és, uh, és ahogy elkezdett a Szilvi beszélni, és azt mondta, hogy aztán, hogy imádkozzunk, akkor akkor úgy nagyon erőteljesen így tudatosult bennem, hogy hát tulajdonképpen egy keresztény rendezvényen vagyunk, és ez különbözik mindenféle más társtaláló közösségtől, klubtól, mert, mert az, hogy keresztények vagyunk, az azt jelenti, hogy, hogy nem egyszerűen a természetes szinten akarjuk az életünknek a kihívásait megoldani. Azt, hogy keresztények vagyunk, az azt jelenti, hogy hiszünk Istenben, hiszünk egy ter a természet fölött álló személyben. És és nagyon jó volt ez a dal, mert pontosan erről beszélt, hogy, hogy hogy az Isten egy természetfeletti valaki, aki az ő természetfeletti személyével, hatalmával bele akar avatkozni az életünkbe. Ezt a beavatkozást ne egy pejoratív fogalomként értsétek, hanem akik szeretne segíteni. És Amiről ma szeretnék te, nektek beszélni, az alapvetően erről fog szólni, hogy, hogy egy óriási lehetőség van a kezetekben, mert rengeteg ember van, aki keresi a párját, és azt hiszem, hogy ezzel nem árulunk zsákba macskát, hogy szerintem nagy részt ezért vagytok itt, mert ez a téma foglalkoztat benneteket. Szóval nagyon sok ember van a világon, aki keresi a párját, de nem kalkulál az életében Istennel és csak természetes szintű megoldások jöhetnek szóba. És ami veletek történik most, hogy, hogy belecsöppentetek egy olyan helyzetbe, amikor azt az életszituációt, amiben most benne vagytok, még inkább kifogjátok szolgáltatni Istennek. És ezért, arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy legyetek nyitottak arra, hogy itt, ezen a hétvégén nem természetes dolgok fognak veletek történni fogtok proféciákat kapni. Az nem egy, nem egy természetes dolog. Még ha hitetlen emberként, világi emberként is az emberek proféciára vágynak, lehet, hogy elmennek egy jósnőhöz, és tőle akarnak megtudni ezt a tamaszt egy negatív forrásból, de akkor már ők is a természet felettivel kalkulálnak. És arra szeretnélek benneteket fölkészíteni, hogy, hogy itt most nem átlagos dolgok fognak veletek történni. És nem tudom, hogy milyen, milyen előítéletekkel érkeztetek, milyen prekoncepciókkal érkeztetek, hogy mit vártok ettől a hétvégétől, de arra szeretnének most benneteket kérni, hogy dobjatok félre minden prekoncepciót, amit előre elképzeltetek, elgondoltatok. Lehet, hogy már most csalódottak vagytok, hogy így pásztázzátok a sorokat, és fölméritek a, a tízes listátok alapján, amit otthon elkészítettetek, hogy, hogy ki az, aki az első két pontnak még megfelel, de a többinek már nem, és ki az, aki pedig ezt sem, ezt sem sikerült megugrania. De arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy dobjatok félre minden prekoncepciót, amit elkészítettetek a kis szívetekben, vagy fejetekben, és legyetek nyitottak arra, hogy Isten valami különlegeset fog tenni az életetekben. És mivel, ahogy a Szévi mondta, mindannyian különlegesek vagytok, és egyediek vagytok, ezért Istennek mindegyik kötőkre vonatkozóan van egy egyedi bánásmódja. És e, már most szeretném nektek mondani azt, hogy, hogy, hogy az atya, aki szeret benneteket, meg fog benneteket lepni. Az a kép ugrott be, e, hogy közeledik a karácsony, és én nagyon szeretem a karácsonyt. És azért szeretem a karácsonyt, mert, mert vannak emberek, akiket szeretek. Akiket nagyon szeretek. A feleségemet, a három lányomat, és hónapok óta azon gondolkodom, hogy ahogy közeledik a karácsony, hogy fogom őket meglepni. Hogy mivel fogok nekik valami meglepetést okozni, valami örömet okozni. És a Biblia több helyen bátorít bennünket, hogyha el akarjuk képzelni azt, hogy az Isten milyen, és az Isten hogyan viszonyul hozzám, hogy hogyan viszonyul hozzád az Isten, akkor bátran belehelyezhetjük magunkat abba a képbe, ahogyan egy szülő gondolkodik a gyerekéről. Nem ismerem a múltatokat, tudom, hogy nagyon sokféle oka lehet annak, hogy most párt kerestek, és nem tudom, hogy rajtam kívül van-e bárki, aki, aki már szülő esetleg. Hogy fölmerítek tenni a kezeteket egy-ketten? Igen, igen. Jó, a többség még nem. Hát akkor én elmondom nektek, hogy, hogy egy édesapában zsigerileg az van benne, hogy szeretne a gyerekének meglepetést adni meglepetést szerezni. Azt mondja a Jézus egy helyen, hogyha mi gonosz létünkre tudunk a gyerekeinknek jó ajándékokat adni, meglepetéseket okozni, mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. És én szeretném azt, hogyha értenétek, hogy, hogy a ti mennyei édesapátoknak a szemefényei vagytok. És ő, én azt gondolom, hogy ezzel a hétvégével egy meglepetést készített a számotokra. A legcsalódottabb akkor vagyok, amikor a gyerekem kibontja a karácsonyi ajándékát, és csalódottságot látok az arcán. Egyébként ilyen még nem fordult elő, <laughs> dicsőség ezért az Istennek, és tudjátok, hogy ez miért van? Azért van, mert a, a nagyon sokszor, ahogy együtt vagyunk a gyerekeinkkel, próbáljuk kikutatni a, a szívüket akarjuk őket igazán megismerni, felfedezni, hogy milyenek, és, és válaszolni az ő szükségeikre, az ő a kis elképzeléseikre, vagy, vagy a reményeiken felül megáldani őket, meglepni őket. És azt gondolom, hogy az Isten ugyanilyen velünk, úgyhogy... úgyhogy én, amikor a, 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 saját életemre gondolok, akkor, akkor az első nagyon komoly természet feletti beavatkozást, isten részéről, eh, akkor tapasztaltam meg, amikor amikor úgy igazán újje születtem, amikor találkoztam vele. és eh, ez... Eh, ez engem gyökeresen megváltoztatott. Én egy, család, egy vallásos családban nőttem föl, egy hívő családban, és az Isten nekem nagyon távoli volt, nem tudtam őt megragadni, megfogni, és volt egy nap az életemben, egy éjszaka, amikor Isten természetfeletti erővel bejött konkrétan a szobámba, meglepett engem, és ez a találkozás, ez, ez, ez megváltoztatott mindent. És aztán volt egy hosszabb hát úgy mondanám, hogy szünet, nem azt jelenti ezt, hogy nem voltak Istennel különleges élményeim, hanem nem voltak annyira radikálisak, mint ez az első, és aztán jött egy második nagyon radikális természetfeletti esemény az életembe, ez pedig az volt, amikor a feleségemmel találkoztam, és majd ezt is elmondom a végén, hogy ez miért volt természetfeletti, és hát a természetfelettiség abban van, hogy ő lett a feleségem, de ezt majd na, később egy kicsit részletesebben kifejtem. Úgyhogy, úgyhogy nézzük is akkor azt az igéből, hogy ezek a természetfeletti dolgok hogyan is működhetnek az életünkben. És akkor szeretném, hogy az első diát kitegyük, és kicsit meglepő lesz ez az egyszerű felszólítás, amit így tanácsként mondok most nektek egy ilyen társ találó kis hétvégén. Ez az én üzenetem nektek így ma reggel korán, hogy őjed és egyél. Hát bizonyára, hogyha keresztények vagytok, szoktátok talán a Bibliát olvasgatni időnként, és már tudjátok is, hogy ez az idézet honnan származik, ha nem tudnátok, ki van írva alá. Az apostolok cselekedeteinek a, a tizedik fejezetében van leírva ez a történet, és bár még nincs este, de egy kis felolvasással szeretnénk kezdeni, és nagyon röviden szeretném nektek ezt a történetet a Bibliából felolvasni. Biztos, hogy ismeritek, de azért jó lát, látni, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. No. Azt mondja, Cézáraja a városában élt egy Cornelius nevű római katonatiszt, aki századosi rangsorban szolgált az úgynevezett itáliai ezredben. Jó és istenfélő ember volt, és egész családjával együtt az igaz Istent imádta. Gyakran osztogatott adományokat a szegényeknek, és állandóan Istenhez imádkozott. Egyik délután három óra körül látomást látott. Nyitott szemmel figyelte, amint Isten egyik angyala bejött hozzá és megszólította. Cornelius. Cornelius döbbenten merett rá, és rémülten kérdezte. Mit kívánsz, uram? Az angyal így válaszolt: Isten meghallgatta imátságaidat, és jól látta a szegényeknek osztott adományaidat. Most azért küldj embereket jobbéva, hogy hívják ide azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő éppen egy Simon nevű tímármesternél vendégeskedik, aki a tengerpartján lakik. Ezután az angyal eltűnt. Cornélius magához hívta a két szolgáját és egy katonát, a saját közeli segítői közül. Ez a katona is istenfélő ember volt, mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba. Másnap délben Cornélius küldöttei már a város felé közeledtek, amikor Péter Joppéban, Simon házában felment imádkozni a ház tetőteraszára. Közben megéhezett, és szeretett volna enni valamit. Amíg az ebédet készítették, Péter látomást látott, megnyílt az ég, és valami leereszkedett onnan. Egy nagy lepedő volt az, amelyet a négy sarkánál fogva a földre eresztettek éppen Péter elé. Mindenféle állat volt benne, négylábúak, csúszómászok és madarak. Azután egy hangot hallott: Kelj fel Péter, vágd le őket, őjed és egyél. Péter így válaszolt: Soha nem tennék ilyet, uram, nem ettem én semmi olyat, amit a törvény szerint nem szabad megennünk, vagy ami tisztátalan. Akkor a hang másodszor is szólt hozzá amit Isten tisztává tett, azt ne tekintsd tisztátalannak. Ez még kétszer megismétlődött. És akkor folytatódik a történet, most egy picit ugrunk, megérkeznek Corneliusnak a küldöttei, mindenki le van döbbenve ezeken a csodálatos isteni időzítéseken, és akkor Péter elvonul szépen ezekkel a küldöttekkel Cornélius házába, és ott Cornélius elmondja neki, hogy hát tulajdonképpen hogy is keveredett ő el Péterhez, Újból nagy egymásra csodálkozás van, és akkor Péter érzi azt, hogy itt a pillanat, noha zsidó ember létére besetenni pogányok közé a lábát, hogy beszéljen nekik Jézus Krisztusról, és az történik, hogy miközben Jézusról beszél nekik, anélkül, hogy ezek az emberek rendesen, tisztességesen egy megtérőimet mondtak volna, vagy egy bűnvallást tartottak volna, vagy a szokásos keresztény protokollon átmentek volna, egyszer csak az Istennek a szelleme betölti őket, és utána Péter. Ter, csodálkozva szétterje a karját, és azt mondta, hogy hát ha ezek hirtelen ugrottak ennyi lépést előre, akkor e, igazából már azt sem tagadhatjuk meg tőlük, hogy bemerítkezzenek, megkeresztelkedjenek, úgyhogy e, rögtön be is meríti, megkereszteli őket, és ott Cornélius háza népi nél elindul egy új közösség, és ez egy akkora változást hoz, hogy onnantól kezdve e, nem csak a zsidóknak hirdetik azt, hogy van lehetőség megtérni Jézushoz, hanem elkezdik hirdetni a pogányoknak is a megtérésnek az üzenetét. Tehát ez egy nagyon izgalmas történet a Bibliában, és hát az a nagy kérdés, hogy hogy jön ez az egész a párválasztáshoz. Hát azt látjuk, hogy itt két embernek az útja keresztezi egymást, és van két emberünk, ugye az egyik ez a Péterünk, és a másik pedig a Kornéliuszunk. És ahogy ennek a két embernek az útja keresztezi egymást, ez azért izgalmas, mert érdemes azzal foglalkozni, hogy mit csinálnak ők tulajdonképpen. Hogyan jutnak el ez a találkozáshoz? Ez a találkozás azt hiszem, hogy azt leszögezhetjük, hogy az egész emberiségnek a történelmét megváltoztatta, az egész emberiségnek a sorsát. Most egy Föltehetném a kérdést, hogy hányan vagytok itt ö, olyanok, akik, ö, akik rendesen törzsgyökeres zsidó családból származtok. Ö, nem sok kezet látok a magasban, ö, bár lehet, hogy vannak ö, talán még nekem is zsidó felmenői, és ö, azért változtatta meg ez a találkozás a sorsunkat, mert ha ők nem találkoztak volna, akkor mi most nem ülnénk itt akkor azt se tudnánk, hogy kicsoda Jézus, fogalmunk se lenne erről az egészről, és azt hiszem, hogy erre a találkozásra szükségünk volt, hogy ez megtörténjen. Most nézzük meg, hogy ez a két találkozás hogyan valósul meg. Nézzük először Cornéliusnak az esetét. Hát azt mondja róla a Biblia, hogy ő kitartóan kereste az Istent. Látok itt ismerős arcokat, tehát én is már sok cross-on voltam, és látom, hogy vannak hűségesen visszalátogatók, akik kitartóan kerestek. És az első biztatásom nektek az, hogy nagyon jól csináljátok, amit csináltok, és keressetek kitartóan, és nagyon fontos, hogy nem adjátok föl, nagyon fontos az, hogy Istenhez fordultok segítségért, őt keresitek, mert idő kérdése az, hogy valamikor az Isten erre a keresésre válaszolni fog. Azt mondja Corneliusról az ige, hogy följutott az imája és az Isten keresése az Isten színe elé. És az Isten egyszer csak válaszolt rá. És tudom, hogy ez egy elcsépelt keresztény szlogán, és már lehet, hogy ezerszer hallottátok, és már úgy igazából marhára idegesít is benneteket. De én akkor szeretnélek ezzel tovább idegesíteni benneteket, hogy az út, a válasz, amit kértek Istentől, az úton van a számotokra az Isten hallja azt, amit kértek tőle, és a válasz az úton van a számotokra. És ne adjátok fel ezt a keresést. Aztán van egy másik szereplőnk, ugye Péter, és ez a fordítás, amit most itt felolvastam, ez nem adja igazán vissza azt, ami Péterrel történt, Péter megéhezett, azt mondja a Biblia, és ebédet készítettek neki. Tehát azt is feltételezhetnénk, hogy már annyira éhes volt, hogy már elkezdett halucinálni, és már mindenfélét megevett volna, amikor megjelentek előtte képzeletben a kígyók, a békák, és ugye a minden egyéb csúszó mászok, amit egy zsidó ember soha nem elhetett volna meg, de nem erről van szó, hanem hogyha megnézitek pontosan a Bibliát, akkor egész pontosan azt olvassuk ott, hogy Péter, ahogy elkezdett imádkozni, elkezdte Istent keresni, révületbe esett na ez egy nagyon kemény dolog, és ne botránkozzatok meg, nem tudom, hogy milyen keresztény háttérből jöttetek, de én azt szeretném, és ezt most elmagyarázom majd, hogy mit jelent, hogy ez a hétvége, amit elkörönítettetek az Isten számára, hogy őt keressétek, ez azzal járon, hogy ti révületbe essetek. Na mit jelent ez a révület? Ez a révület, hogyha megnézitek ezt a görög szót, amit itt a Biblia használ, ez azt jelenti, hogy extázis. Ez az extázis szó, ez egy, ugye egy szép görög szó, még nem látok senkit extázisban. Van egy, van egy <laughs> zongoristánk a gyülekezeti ifi csapatba, aki az legelképesztőbb fazon, akit valaha ismertem, egy borzasztóan flegmatikus típus, és borzasztóan ügyesen szintetizátorozik, és mindezt úgy, hogy kinnül a színpaton a legfergetegesebb, fergetegesebb dicsőítés közben, és az ujjai mozognak, az arcizmai nem, <laughs> fantasztikusan játszik, és tudjuk jól, hogy közben, mindeközben Tofi belül extázist él át. De ez kívülről egyáltalán nem látszik rajta. Na, én nem tudom, hogy ti már extázisban vagytok-e, de szeretném, hogyha extázisba kerülnétek, de azért ne ijedjetek meg, elmagyarázom, hogy ez miről szól. Ez az extázis egy olyan szó, ami először is azt jelenti, hogy helyváltoztatás. És azt hiszem, hogy ezt már kipipálhatjuk. Tehát most ki mozdultatok a megszokott környezetetekből, és eljöttünk ide Balaton Ez egy helyváltoztatás. a helyváltoztatás az egy nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy a gondolkodásunk megváltozzon. Tudjátok, mi történt Péterrel, amikor ezt az egészet végigcsinálta? Ő benne, ezt úgy mondanák ma az előadók, meg a szakemberek, hogy Péterben egy paradigmaváltás történt. Hogy gondolkodott valahogyan Istenről, volt egy nagyon határozott igei elképzelése, és, és ennek az extázisnak a hatására, az történt vele, egy másik állapotba került, egy másik helyszínen találta magát egyszer csak, hogy egy paradigma változtatáson ment keresztül, és a paradigma változtatások szükségesek alapvetően ahhoz, hogy az életünkben áttörések történjenek. Nagyon jó volt a dal, volt egy olyan sor benne, hogy de él a remény, míg áttör a fény. És annyira, amikor ezt énekeltük, az volt a szívemben, hogy annyira szeretném, hogy az életetekbe jöjjön egy áttörés ezen a hétvégén. És az áttörést, azt nagyon sok esetben, sőt, azt mondom, hogy mindig egy paradigmaváltás előzi meg. Az emberiség történetében voltak ilyen nagy paradigmaváltások. Például, amikor el akartak jutni az emberek Európából az Egyesült Államokba, Amerikába, nem volt Egyesült Államok, az amerikai földrészre, Uh, és uh, ugye először eljutott Amerikó Vespucci talán, meg talán mások is, csak akkor még nem tudták, hogy ez egy új földrész, aztán eljutott Kolumbusz is, és akkor elindultak a, a hajójáratok ide-oda, uh, elkezdett összekapcsolódni a két földrész. És az emberek azon gondolkodtak, hogy hogy lehetne még gyorsabban tenni a hajókat, hogy ezt az időtartamot, amíg eljutunk Európába, Amerikába, lerövidítsük. És az emberek ezen gondolkodtak, hogy hogy lehetne gyorsabb hajód, gyorsabb hajód, gyorsabb hajót. Aztán volt egy ember, akinek egyszer csak bekattant egy valami, és elkezdett paradigmát váltani, elkezdett másképpen gondolkodni, és azt mondta, hogy mi nem a vízen mennénk, hanem hogyha repülnénk. Nem, hát ez hülyeség. Volt egyszer néhány tudós, akik azt hiszem ez a Nagy-Britániában történt, sétáltak az utcán, lehet, hogy hallottátok ezt a történetet, és azt mondta az egyik, hogy figyeld meg, egy pár évtized, és az emberek vasból készült közlekedési eszközökkel fognak repülni a levegőben ott hevert az útszélen egy vasdarabba a másik tudós fölvette, földobta, visszaesett. Azt mondta, szerintem ez soha nem fog megtörténni. És tudjátok, amikor a paradigmaváltás előtt állunk, akkor az van bennünk, hogy ez nem fog megtörténni. Én már soha a büdös életben nem fogok párt találni magamnak. Elképzelhetetlen, hogy az az illető legyen a párom, ez esélytelen. Tehát Sokszor a gondolkodásunk az megpróbál bennünket a földhöz kötni, és nem engedi azt, hogy egy paradigmaváltáson menjünk keresztül, pedig amikor a paradigmaváltás megtörténik, akkor egyszer csak egy áttörés jön az életünkbe. És nézzétek meg, Péterrel ugyanez van, ott van fönt, extázisba kerül, egy másik helyre kerül, és elkezd tiltakozni az agyában. Hát nem, hát én zsidó ember vagyok, hát én soha semmilyen tisztátalant nem ettem. Hát hogy ennék én meg egy békát? Hogy jönnék én ahhoz, hogy egy csúszomászót megöljek és megegyek? Hát ez képtelenség. Ennek az extázisnak van egy, egy másik, másik uh, 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 neve is, egy másik jelentése is. Nagyon összefügg azzal, hogy helyváltoztatás, ami most velünk megtörtént, mert helyet változtattunk. Ez a helyváltoztatáshoz előjáróban még csak annyit, hogy tegnap találkoztam egy barátommal, vagy utoljáróban, nem előjáróban, aki kim volt négy hónapig Szingapurban. Ott tanult egy egyetemán, és aztán ott a környező országokba is ellátogatott, és nagyon jót beszélgettünk, tegnap elmesélte az élményeit. És ő is egy csomó paradigma változáson ment keresztül, mert azt mondta, hogy ez a helyváltoztatás, ez ö, ö, megtanított neki egy csomó mindent a világról. Kinyílt előtte. Nagyon sok minden, amit addig nem észlelt és nem tapasztalt. Ő Debrecen és azt mondta, hogy az első ilyen nagy változás akkor volt az életében, amikor Debrecenből Budapestre költözött. Kinyílt a világ. És azt mondja, hogy most elment Szingapurba egy ösztöndíjjal négy évig ott tanult, bele szippantott abba a kultúrába, hogy az emberek totál máshogy gondolkodnak, és azt mondja, hogy más emberként jött haza. És azt mondja, hogy most már úgy érzi, hogy nincsenek limitek. Most már azon gondolkodik, hogy hogy, hogy fogja a masterét eh, eh, Amerikában megcsinálni. És eh, a helyváltoztatás az nagyon sok esetben igenis szükséges ahhoz, hogy egy ilyen paradigma váltáson menjünk keresztül. Úgyhogy ez a hely Balatonföldvár a legideálisabb dolog ahhoz, hogy paradigma menjetek keresztül, menjünk keresztül, és hogy valami áttörés jöjjön az életünkbe. Aztán, ugye ez az extázis, ez azt is jelenti, hogy ez most kapaszkodjatok meg, hogy önkívületi állapot. Látom, hogy többen már önkívületi állapotban vagytok, alig tudtok kapaszkodni már a széketekbe. Ismeritek ezt a mondást, ez most ránk igaz, hogy ma még itt vagyok, de holnap már Magamnál leszek. Egy kicsit azt szeretném, hogyha, hogy, hogy, hogy kerüljetek önkívületi állapotba, hogy kicsit lépjetek ki a korlátaitok közül. Lépjetek ki a, a, saját elképzeléseitekből. Lépjetek ki a saját gondolkodásmódotokból. Kicsit lépjetek ki, most ez nem vagytok egy, egy okult helyen, nehogy félrejtsetek, lépjetek egy kicsit ki a testetekből. Kicsit próbáljátok meg elrugaszkodni attól a valóságtól, amiből eljöttetek. Tehát próbáljátok meg egy picit önkívületi állapotba kerülni. Aztán a következő jelentése ennek a, ennek az extázisnak az az, hogy elragadtatás. A Szilvivel beszéltünk a héten, és ő borzasztóan el volt ragadtatva már akkor, amikor beszéltünk, és azt mondta, hogy különösen akkor, amikor vége van egy-egy ilyen single cross hétvégének, akkor még napokig el van ragadtatva. Úgy fogalmazott, hogy még napokig a fellegekben jár. És ez nagyon jó, mert higgyétek el, hogy ami fog veletek most itt történni, hogy el lesztek ragadtatva. Ki lesztek ragadva ebből a földi közegből, atmoszférából, és kezdjetek el a természet felettibe gondolkodni, a természet felettivel kalkulálni. És amikor ez megtörténik, veletek, és hiszem, hogy meg fog történni, mert Isten meg akar benneteket lepni, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy bennetek természet feletti változások mennek véghez. És az életetekben azon a területén, amiben leginkább most várjátok az Isten természetfeletti beavatkozását, hogy megtaláljátok az életek párját, életetek párját, én hiszem azt, hogy ebben is Isteni beavatkozást fogtok átélni. Szükségünk van arra, hogy Isten ö, ö, legyen ebben a segítségünkre. Én nagyon fiatalon házasodtam, de ha az Isten nem természetfeletti erővel nyúl bele az életembe, akkor ez soha nem történhetett volna meg ilyen gyönyörűen, mint ahogy azt ö, Isten megtette. Egy igével tovább még, és ez lesz az utolsó ige, amit szeretnék ma nektek mondani. Igazából ö, ez volt az első ige, ami eszembe jutott, amikor ott imádkoztam az Úr előtt, és megkértem a feleségemet, hogy készítsen ebédet, fölmentem a teraszra imádkozni, révületbe estem, és akkor az Úr mutatta ezt az igét, ami az Ézsaiás 43-ban van, ami úgy szól, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok. Hát. Ha nem jegyeztek meg semmit ebből, csak azt, hogy öldés egyél, meg ezt az igét, hogy na a régi dolgon tűnődj, mert Isten újat cselekszik az életedben, akkor már én boldog leszek, és ezen gondolkodjatok. De azért egy picit szeretném ezt az igét elmagyarázni nektek. Az Ézsaiás 43-ban ennek az előzményeiként azt olvassuk, hogy gyakorlatilag Izraelnek a népe babiloni fogságban volt. Semmi esélyük nem volt arra, hogy ők onnan vala is ki fognak kecmeregni. És Isten azt mondja nekik, hogy először is emlékezteti őket Isten, hogy figyeljetek, ezért ez nem annyira nagy szám nekem, emlékeztek, hogy az őséteket Egyiptomból kihoztam. Most szerintetek mi a nehezebb a fáraó rabszolga sorsából kiszabadítani benneteket, hogy magatok mögött hagyjátok a kényszermunkát, a piramisépítést és a húsos fazekokat, meg azt a kiszolgáltatottságot, hogy a gyerekeiteket megölik, Állami rendelkezésre, vagy pedig az, hogy innen, Babilonból kimeneküljetek. És ö, ilyenkor az ember ösztönösen elkezd gondolkodni azon, hogy hát az életem mennyi területén már megtapasztaltam az Istenek a természet feletti munkáját. De Isten megcsavarja még a szorít, és azt mondja, hogy de figyeljetek, ne is ezen gondolkodjatok, hogy mi volt régen. Ne az emlékeitekből éljetek. Felejtsétek el a múltat teljesen nagyon jó volt, amit a Szilvi mondott az elején, ahhoz, hogy tovább tudj lépni, nagyon fontos, hogy helyesen gondolkodj a múltadról. Én nem azt szeretném nektek mondani, hogy, hogy a múltat ítéljétek rossznak és kidobandónak. De az, ami a múltban történt veletek, az egy szükségszerű dolog volt, és ti most egy ideális helyzetben vagytok, hogy most megtapasztaljátok azt, hogy Isten új dolgot cselekszik az életetekben. És engedjétek el a koncepciókat, amik a múltra épülnek. Hogy hányszor csalódtatok, hogy hányszor futottatok lyukra, hogy hányszor nem sikerült, hogy hányszor utasítottak el benneteket. Ezeket felejtsétek el. Engedjétek, hogy, hogy ez az önkívületi állapot, ez az elragadtatott állapot, ez, 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 ez kisöpöri a szívetekből. Tudjátok, hogy az emberek szeretnek önkívületi állapotba kerülni? Pont a Kovács Péter barátom mesélte tegnap, hogy kim volt a Kínában a zenekarral turnézni, és hát volt egy kolléga több is, akik úgy fölöntöttek többször a garatra. És volt egyetlen egy szabad napjuk, és aztán folytatottak a koncertek. Na, ennek a szabadnapnak a kezdetén az egyik kolléga olyan szinten már reggel önkívületi állapotba került az alkohol hatására, hogy az a nap teljesen kiesett neki, és másnap elkésett a koncertről, mert elfelejtette, hogy ez nem a szabad nap. Tehát tudod, és nyit, és akkor utána kiesett neki ez a nap. És tudjátok, miért szerettek az emberek önkívületi állapotba kerülni? Pontosan azért, mert, mert szeretnének elszakadni a, a múltnak a rossz tapasztalataitól. Nem szeretnének abban élni, abban mozogni, abban gondolkodni. De az alkohol az csak ölbotít és nyomorba dönt, és nem ez a megoldás a számunkra, hanem az Isten jelenléte azért van itt, hogy egy ilyen önkívületi állapotba kerüljünk. Sőt, azt mondom nektek, ez most már megint egy meredek dolog lesz, hogy hogy maga Steve Jobs is azért volt... Értsétek jól, hálás azért, hogy drogok hatására sokszor önkívületi állapotba került mert el tudott, ragaszkodni, el tudott rugaszkodni a földhöz ragadt gondolkodástól, és tudott egy csomó új megoldást hozni, mert nem a megszokások szerint, nem a, a, a sablonok szerint gondolkodott. Most nekünk nem kell ilyen tudatmódosító szerekhez nyúlnunk, van egy tudatmódosító szer a számunkra, és ez pedig az Istennek a jelenléte, ami egyszerűen kiemel ebből a földi perspektívából, és fölé helyez az egésznek. Azt mondja itt az ige, hogy, hogy ne a régi dolgokon tűnődjetek, ne arról ábrándozzatok, ne azt emlegessétek. Azt mondja az Úr, hogy én újat cselekszem az életetekben, És ha végigolvassátok ezt az igét, akkor azt látjátok, hogy meg is mondja a Billő, hogy mi fog történni. Hogy azt mondja, hogy én utat készítek a számotokra a pusztában. És azért is tettem ide ezt a képet, ami egy oázisnak a képe, mert lehet, hogy kicsit így érzed az életednek ezt a részét, most talán egy pici reménysugár már kezd benned úgy fölvillanni a Single Cross hétvége, és esetleg ennek az üzenetnek a hatására, de azért egy ilyen sivatagnak, egy kietlennek látod, nem látod a végét, nyomasztó az egész borzasztóan, és tudod, amikor megy a, a sivatagban egy, egy ilyen vándor, és úgy érzi, hogy soha nem lesz vége ennek a, az embert próbáló ö, útnak, akkor borzasztó nagy remény sugárt jelent a számára, amikor a távolban egy oázist megpillant. És az ad neki egy erőt, hogy csak érjek oda. És akkor, akkor ö, elkezd szaladni, rohanni, és várja, hogy odaérjen, és azt mondja az ige, hogy amikor amikor te mész át a sivatagon, akkor Isten ö, ö, folyót fog fakasztani a számodra. Ahol folyó van, ott élet van. És nagyon érdekes, amit mond az igen, majd nézzétek meg, hogy azt mondja, hogy nektek fogok vizet adni, de még a mezei vadak is örülni fognak neki. Nem a mezei vadaknak csinálta akkor ott Isten a vizet, fakaszt vizet, és ez azért üzenet, mert az, ami veletek fog történni, ez még a környezetek számára is borzasztó nagy örömet fog jelenteni. És áldás lesz a számukra. És én hiszem azt, hogy itt most ezen a hétvégén ezt fogjátok megtapasztalni, hogy belekerültök egy ilyen önkívületi állapotba az Istennek a jelenléte miatt, és, és ahogy keresitek őt, és ahogy készek vagytok arra, hogy Isten átformálja a gondolkodásotokat saját magáról, saját magatokról, és a többiekről, akkor ezt fogjátok megtapasztalni, hogy lehetetlennek tűnő dolgok történnek meg az életetekben. És ez paradigma váltás nélkül nem megy.